Az épületenergetikáról tartottak tájékoztatót a Nagykanizsai Kamarában. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett 5 éve független szervként működő teljesítésigazolási szakértői szerv műszaki előadója, egyebek mellett az energetikai korszerűsítést célzó uniós támogatásokról beszélt. Somfai Beáta elmondta azt is, milyen eredményeket értek el az építőipari lánctartozások visszaszorítása terén. 1115 ügynél tartunk, ebből 50 volt például ez az említett bankgaranciás ügy, és ebből csak 10-et ítéltek igazoltnak vagy indokoltnak a szakértők. Ebben közel 1 milliárd forint indokolatlan lehívást akadályozott meg, így átvitt értelemben maga ez a szervezet.